érkeztünk a mesélős részéhez a sztorinak, ahol így bevágok néha ilyen videókat, de egyébként inkább el kell mesélnem, mivel nem sok mindent videóztam. Ugyanis az első napunk Japánban egy kicsit bonyolult volt. Az volt a terv, hogy nem egy hostelben lakunk, vagy egy hotelben, hanem nekünk lesz egy hostunk, mi lebeszéltük vele, igazából megadta az információkat is, hogy hova menjünk, meg hogy hol találkozzunk. A probléma az az volt, hogy mi egy órát aludtunk, Kira csak fél órát aludt, én meg egyet, ezt mindig megemlíti Kira, hogy ő csak fél órát aludt. Aztán... Fél órát sem aludtam. Egy óra alvás, hello gyerekek! De itt vagyunk. Fél óra. Amikor így megérkeztünk, akkor ez egész ilyen káoszba fordult át, ugyanis nem számítottunk rá, hogy 5 órán át a reptéren leszünk, és ezek után nem tudom, hogy mi történt, képkiesések, bőröndökkel, 25 kilós bőröndöket cipelve, 3 emelet, felle-felle, a wifiért kellett rohangálni, a Japan Rail Passért kellett rohangálni, nem működött a wifi, alapjáraton nem ahhoz az irodához mentünk, ahol a wifinket át kellett venni, úgyhogy akkor elküldtek máshova, meg kiderült, hogy amúgy a postára érkezett be a wifi, meg pénzt kellett váltani, és akkor így azt hiszem egyre érkeztünk be, úgy alapjáraton a gépünk olyan egyre, és akkor olyan 6-ra úgy készen lettünk az egész procedúrával. És, ja, és akkor még meg kellett vennünk Tokióba jegyünket, mert ugye mi a Narita reptérre érkeztünk be. Úgy volt, hogy a hostunkkal találkozunk az egyik állomáson Tokión belül, vagy Tokió közelében, az egyik állomáson találkozunk majd vele. De az első nap Japánban az nem olyan könnyű, hogy te csak így odaérsz egy helyre, hogy így ismerkedsz az új környezettel, próbálod kitalálni, hogy mi merre van, próbálsz emberektől segítséget kérni, hogy egyáltalán hogy juss be a városba, stb. És írtunk a hostunknak, hogy nem valószínű, hogy 2 óra alatt el tudunk jutni oda, ahova ő kérte, hogy jussunk el. És hát végülis nem is jutottunk el, és írtunk neki, és úgy reagált, hogy így nem igazán adott normális válaszokat, tehát csak ilyen oké, meg ilyenek. Tehát eleve parás vagyok, és mondtam Kirának, hogy én nem szeretnék ehhez a hosthoz menni, mert hogyha ilyen reakciói vannak, hogy oké, meg stb., akkor én nem szeretnék hozzá menni. Úgyhogy akkor így igazából... Miután megvettük a vonatjegyünket, ugye felszálltunk rá ilyen 6:45 környékén, már így zombik voltunk, tehát konkrétan nem éltünk, annyira fáradtak voltunk, mivel ugye... Na, akarjátok tudni, hogy mi történt az elmúlt pár órában? Excuse me? Neki ment a izémnek. De most éppen kaját veszünk, már megoldottunk mindent, működik a wifi-nk, és nem sokára megyünk le a metróhoz. És hát az volt amúgy a mázlink, mert ugye ültünk a vonaton 6:45, mondtam Kirának ugye, hogy akkor én nem megyek ehhez a hosthoz, mert hát bazi jó fej, és ezért mondtam, hogy hát akkor én Airbnb-n fogok foglalni valamit, engem nem érdekel, és akkor ilyen zombi módban elkezdtem kikeresni, hol szállhatnánk meg, úgyhogy így a semmiből nagyjából kellett találnunk egy szállást, meg is találtuk, le is foglaltam, nem oda terveztünk menni, tehát alapjáraton nem oda vettük meg a jegyet, amerre a szállásunk van. Az volt a mázlink, hogy 2 külföldi ült mellettünk, mert hát a japánok amúgy annyira nem kommunikatívak, meg angolból se jók. És az volt a mázlink, ugye, hogy akkor meg 2 ilyen középkorú fickó volt, és akkor angolul elkommunikáltunk, hogy hát segítsenek, könyörgünk. El vagyunk fúra tévedve, nem tudjuk, hogy hova menjünk, most így módosítottuk az irányunkat, úgyhogy ők így kikalkulálták, mondtuk nekik, hogy angyalok, mert tényleg így segítettek nekünk, meg felcipelték a bőröndünket a lépcsőn, átszálltunk velük a másik
line-ra, ilyen vonalra, és akkor mondták, hogy még nem tudom hányat kell menni, ott szálljunk le, és ott van a szállásunk. Tovább mentünk, leszálltunk ugye OG-nál, és még mindig ilyen zombi módban eltévedve a Japánban a bőröndökkel, konkrétan az útból nem láttunk semmit, tehát mi csak így mentünk a célunk felé, ide kell mennünk, nem is tudom, tehát ilyen az egész ilyen illúziónak tűnt, nem is tudom, hogy keveredtünk egyáltalán oda OG-ba. Ja, és a vicces még az volt, hogy ez csak egy napra szólt ez a szállás, és mi ugye a hostunknál 4 napot maradtunk volna, és akkor a további 3 nap az így még hát nem létezett. Megkérdeztük az állomásos csávótól, az ilyen információs pult is nagyjából. Megmutattam neki megint csak a szállásnak a koordinátáját, vagy ilyen címét. Nagyon cuki volt, mert így kikereste, és akkor mutatta, hogy ott a bank mögött csak 5 perc séta, és akkor mi meg már így, hogy ez az, 5 perc séta végre. Másodszorra hívnak telefonon, úgyhogy így folyton közbeszakítanak, és nem tudom már, hogy hol tartottam. Na mindegy, elindultunk a célunk felé. Az 5 perces sétából, amit csináltunk, 15-öt, tuti, megkérdeztem egy nőcit, de az így bocsi, és így elment, már mintha nem magyarul, hanem sumimasen, és így elment, és akkor így köszönjük szépen, és akkor én már így állt a hajam, meg a fejem, meg minden, hogy úristen, tehát így írtam a Airbnb-n a hostelnek, hogy így segítsenek, mert el vagyok tévedve. Mondtam, hogy álljon ki nekem, és integessen, mert én nem találok el erre a hostel. És akkor mondta a fickó, hogy, és akkor írta, hogy hát ő dolgozik, ő nem tud kiállni integetni. Na mindegy. Megálltunk, és akkor filozofáltunk barátnőmmel, hogy akkor merre is, meg így néztem a térképet, ilyen elmélyültem, és akkor egyszer csak ilyen elnéztem jobbra, és ott sétált egy fickó. És akkor így mondom, na akkor nem érdekel, ha nem beszél angolul, én akkor is oda fogok menni, és igenis segítsen nekem. És így konkrétan az arcába nyomtam a csávónak, hogy ide szeretnék menni, könyörgöm, segítsen. Csodák csodájára azt mondta, hogy jé, pont ide megyek. Na, no, ez zseniális, köszönöm, Uram, Istenem, Buddha, bárki, köszönöm szépen. Elmentünk szépen a szálláshelyre. Igen, és akkor itt mutatom, hogy így nézett ki a szálláshelyünk. Na, és akkor ezek után a csodálatos jelenet után kommunikáltam a koreai ismerősömmel, Pollal, vagyis hát kommunikáltunk, hogy akkor így még kéne 3 napra szállás, és igazából Airbnb-n megtaláltuk mindketten, Paul és én is, tehát ugyanazt a szállást, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez nekünk tökéletes. Lefoglalta a szállásunkat, és akkor hát mondom, csudi, jó, akkor aznap így szunyáltunk egyet. Másnap 10 órakor el kellett hagynunk a szállásunkat, hát addig így kiültünk egy játszótérre. És akkor így ültünk a játszótéren, hogy hát ez a Japán, ez valami szuper! Tehát... Elhagytuk a tegnapi szállásunkat, jelenleg még nincsen szállásunk, Paul állítólag intézi. És most bejöttünk kajáért, amúgy eddig egy játszótéren ültünk. Hello Japán! Hello real Japán! Ja, nagyon vicces. Hát azért annyira nem, de... vicces lesz visszanézni, visszagondolni. Jó, Istenem, de legalább wifi-nk van, meg hát kb. Mindent megoldunk. Ennyi, és Japánban vagyunk. Az első napok mindig nehezek állítólag, ha? Hogy Kirával még, tehát ez ilyen 9 éves álmunk volt Japán, és mondtuk, hogy nekünk az is jó, ha mi csövesek vagyunk ott, ha mi csak füvön alszunk ott el, tehát már az is tökéletes lenne, ne kívánjatok soha ilyet. Majdnem beteljesült, majdnem fűben aludtunk, úgyhogy no way. Tehát a kíváncsiak mindig valóra válnak, ha 9 évre rá is, de szinte, hogy beteljesült.
Lényegében végre megkaptuk a helyünket, úgyhogy mármint a helyet, ahova menjünk, úgyhogy akkor így felpattantunk a játszótérről, és végre élvezhettük Japánt, úgyhogy így. Jó, most vagyunk az Oji Stationnél, és tartunk a következő szálláshelyünkre. Végre megvan, 3-kor tudjuk elfoglalni, addig is élvezzük Japánt a nagy bőröndünkkel. Ez lenne az első napnak, az első és fél napnak a sztoria. Első napot túléltük Japánban, akkor valószínűleg mindent túl fogunk élni. Elég durva volt, úgyhogy... De így amúgy így most már így újra élném az egészet, mert nagyon vicces volt, meg ilyen drámai. Sokat is tanultunk belőle. Szóval így ennyi lenne az első napunk Japánban. Kira azt mondta, hogy Japánt nem lehet nem szeretni, csak nagyon nehéz.